Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Ország kenyere. Novák Katalin köztársasági elnök Szabadfi Szabolcs pékmester műhelyében sütött kenyeret augusztus 20-a ünnepére. Kitüntetés. Munkája elismeréseként vehette át a Pro Urbe díjat Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért közalapítvány elnöke. Útlezárás. Korlátozásokra kell számítani a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál előkészületei miatt. Kenyeret sütött Szentendrén Novák Katalin köztársasági elnök, hazánk egyik legismertebb pékmesterénél. Szabadfi Szabolcs megtanította az ország első asszonyát a kenyérsütés alapjaira, aminek köszönhetően elkészült az ország kenyere nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-ára. Saját aratású, ősi magyar búzafajtákból őrölt lisztből sütötték Szentendrén az ország kenyerét a múlt héten. Nemzeti ünnepünk augusztus 20-a szimbóluma a kenyér, az új kenyér, amit frissen aratott új búzából készítenek minden évben országszerte. Idén az ünnepi előkészületek alkalmával nem mindennapi vendéget tanított a kenyérsütés alapjaira Szabadfi Szabolcs pékmester, vagy ahogy mindenki ismeri, Szabi a pék, akinek műhelyébe Novák Katalin köztársasági elnök látogatott el. Nagyon megtisztelő volt természetesen azért az ország első emberébe kenyeret sütni, vagy valójában megtanítani a kovászos kenyérsütésre, hiszen ő korábban ezzel nem foglalkozott. És így van, az irodája megkeresett, hogy megtanítanám az elnök asszonyt a kovászos kenyérsütésére. Természetesen igen, mondtam, én mindenkit szívesen tanítok meg kenyeret sütni, főleg akkor, hogyha kovásszal készíti. Úgyhogy eljött hozzánk, de még visszakanyarodok oda, hogy az a búzámból dolgoztunk, azt még saját magunk arattuk is le, és onnan hoztam el a lisztet, utána a molnárunk ezt megőrölte, és ősi magyar búzafajtákat dagasztottunk ebbe az ünnepi kenyérbe, úgyhogy nagyon finom lett. Számomra mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása, szóval itt, hogyha átlépi valaki a küszöböt, akkor ő háziasszony az én szememben vagy pék, és ő elképesztően jól mozgott, nagyon ügyesen, akár be is tette a kemencébe a kenyeret kettőt egyszerre, ami ritka egy workshopon, úgyhogy nagyon jó volt a mozgása a konyhába, nagyon szépen vágta meg a kenyeret, egész jól elkezdett már gömbölyíteni, úgyhogy van benne potenciál. Több felkérésnek is eleget tett már Szabadfi Szabolcs, sokan sokfelé ismerik munkáját, ették kenyerét határon túl is. Rengeteg ilyen megkeresés van most már a hosszú évek során, gyakorlatilag rengeteg városnak, akár Debrecen városnak a kenyerét is elkészítettük már. Aztán most ugye Esztergomba került ez a kenyér, a kopt pápához került egy ilyen kenyér, utána hétfőn úgy tudom, hogy Kárpátaljára vitt ebből a kenyérből, mert hogy a jó kovászos kenyér az 4-5 napig is eláll, úgyhogy élvezhető az íze, és nagyon jók róla a visszajelzések. Óriási övésmenés van, hála Istennek, úgyhogy itt a nyár, nagyon sokan ellátogatnak hozzánk, ilyenkor eljönnek vidékről is, meg külföldről is, tehát nagyon messzi távoli országokból is fogadunk vendégeket, akik mindenképpen szeretnének egy pár szót velem ejteni, beszélgetni a kovászra, vagy akár kovászt kérnek és visznek el magukkal és életben tartják. Így van, rengeteg workshop van, kis gyerektáborok voltak, pizzáztunk gyerekekkel, most is éppen a felnőttek fönnülnek a workshop terembe és várnak rám. Ezen a héten is egyik nap édestészta workshopot tartottunk, aztán tegnap pizzáztunk, ma kenyeret készítünk, úgyhogy valójában azt se tudom, hogy hol vagyok, mert megállás nélkül csinálni kell, és emellett természetesen a saját péksüteményeinket is meg kell sütni. Most hétvégén ugye Szentendre éjjel-nappal lesz, ott mindenféleképpen a kis pizzás autónkkal fogtok találkozni, ott kint leszünk, de azért mi általában itt a főhadiszállásunkon, a bázisunkon vagyunk elérhetőek. A nyárnak lassan vége, ezzel a meleg is enyhül. Lehet, hogy lassabban kell majd a kenyér, de Szabi a pék csapatával nem áll le, tovább készíti a ropogós finomságokat. Nem csak a pékműhelyben, vagy ahogy ő mondja, a bázison, de a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon is. Munkája elismeréseként vehette át a Pro Urbe díjat nemzeti ünnepünkön Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért közalapítvány elnöke a Városházán. A szentendreiek és a környéken élők egészségéért végzett tevékenységét ismerte el a közösség a díjjal. Számos prevenciós program szervezője, betegjogi képviselő, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának egyik helyi szervezője, az Egészséges Városért közalapítvány elnöke. Gerőcs Katalin kapta idén, augusztus 20-án Szentendre Város Pro Urbe díját,
amit a Városháza dísztermében vehetett át nemzeti ünnepünkön. Váratlanul ért, időintervallum kérdése, hogy mennyire sejtettem, hiszen a protokollálisan az ünnepség előtt 3 héttel, körülbelül 2,5 héttel egy hivatalos levelet kaptam a polgármester úrtól, amennyiben úgy tájékoztat, hogy a testületi döntés alapján az egyik proúrbe díjat nekem szánták. Tehát ebből a szempontból én ezt már 2 hete tudtam. Utólag ebben a 2 hétben derült ki, hogy már korábban is többször előterjesztettek, ami hát egy kellemes meglepetés. És azt tudom konkrétan most, hogy egy teljes összhangban történt ennek a megítélése, ami igazából ezt tölt el külön örömmel. Messzire vezet az, hogy én miért köteleződtem el ilyen mértékben. Tehát nem csak az elmúlt 20 évről van szó, hanem hogy amíg az ember eljut idáig. Alapvetően onnan kezdünk, hogy ezért én egy pedagógus családból származom, és az alapdiplomám nekem is pedagógus, egy biológia földrajz szakos diplomám és biológusi diplomám van. És ugye én az idegrendszeri kutatással kezdtem 17 évet a Semmelweis Egyetemen. Tehát én ott dolgoztam, és utána egy ilyen tanítottam is egyetemi felvételi előkészítő, mint a biológiát, és a tanítás, vagy az ismeret átadás varázsa az, ami végül is elvezet odáig, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban én foglalkoztam, ott is az ismeretterjesztési különböző folyamatokkal, kiadással, szerkesztéssel, tehát anyagok, tananyagok és egyebekkel, illetve visszatérve az egészségügybe, én majdnem 10 évig az életért a csontvelő betegekért alapítvány titkára voltam. Most ez a rászorulók a betegekkel kapcsolatban, akkor Magyarországon még nem volt a csontvelő transzplantáció divatos, hanem Izraelbe, a Hadas Egyetemre szállították ki elsősorban azokat a gyerekeket, akik leukémiás és egyéb voltak. Nagyon sok van közülük, aki túlélt szerencsésen, de hát sajnos aki nem. És ezzel kapcsolatban voltak adománygyűjtések és egyebek, tehát mi ezt nagy széles körben csináltuk, illetve donor szervezést, a csontvelő donor szervezést Magyarországon, és büszke vagyok arra is, hogy Petrányi Győző professzor úr vezetésével sikerült egy olyan csontvelő donorbankot Magyarországon létrehozni, ami megüti ma már az európai szintet. Tehát ez egy fejezet az életemben. És a második fejezet, amikor elkezdtem pont ennek kapcsán a betegek felé orientálódni, és létrejött Magyarországon a betegjogi, gyerekjogi, illetve ellátott jogi közalapítvány. És itt pedig Csehák Judit doktornő, illetve volt mind egészségügyi miniszter, szíve csücske volt a betegek és a szociális kérdés, és így belecsöppentem én ebbe a betegjogi kérdésbe, tehát ott is 2-3 évet eltöltöttem országosan több helyen, mint betegjogi képviselő. Többek között, és akkor itt lyukadunk el, hogy Szentendre is, Pest megyében nagyon sok körzet hozzám tartozott. Tehát a beteg jogok kérdése, és ez is egyfajta edukáció. Ugyanis a betegekkel kapcsolatban fontos az, hogy ismerjék a jogaikat, tehát én elmentem a nyugdíjas ülésektől kezdve egészségklubokig, betegklubokig, nagyon sok helyre, kórházakba, önkormányzatokhoz, akármerre jártam, és mindig valamilyen lehetőséget fölvázoltunk, hogy és akkor tessék, hogy kell rendesen panaszkodni, miért, hogy meg mint, és nagyon hálásak voltak az emberek. Minden korosztályban a megelőzésre fekteti programjaival a hangsúlyt mindegyik szervezet, ahol Gerőcs Katalin is tevékenyen részt vesz, vagy vezeti a szervezést. Közel 2 évtizede vette át dr. Pázmány Anna Máriától az Egészséges Városért Közalapítvány elnöki teendőit. Büszkén mondom, hogy Pázmány Anna Mária volt az, aki annak idején, amikor ő képviselő lett, azt mondta, hogy hát az összeférhetetlenség miatt át kéne, hogy adja valakinek. És én képbe kerültem a valakiként, és akkor kaptam meg 2003-ban ezt a lehetőséget, hogy a kuratórium megválasztott engem önkormányzat támogatással elnöknek. És egy jó csapattal működünk, és én úgy gondoltam, hogy ha elvállok egy feladatot, a szívvel, lélekkel tegyem tovább. És eljutottunk 20 év után idáig. Ősszel ismét több prevenciós és szűrő programmal készülnek a városban és a környező településen élőknek az Egészséges Városért Közalapítvány munkatársai. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál előkészületei miatt és a fesztivál ideje alatt útlezárásokra kell számítani a következő területeken.
A Dunakorzón a Jókai utca és a Rév utca között augusztus 24-e 6 órától, augusztus 28-a 10 óráig, a Főtéren augusztus 23-ától augusztus 28-a ugyancsak 10 óráig. A megnövekedett gyalogos forgalom miatt tilos a kerékpárral, rollerrel és egyéb hasonló járművekkel való közlekedés. A járműveket kizárólag tolva lehet bevinni a rendezvény területére. A fesztivál szervezése mindenkinek köszöni a türelmet és a megértést. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság állományába járőröket toboroz. A képzés helyszínei a Miskolci Rendvédelmi Technikum, a Körmendi Rendvédelmi Technikum, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Rendőrképző Akadémia, tájékoztatnak a polisz.hu-n. A képzés idén szeptemberben indul, melyre augusztus 10-éig lehetett jelentkezni. Emellett a nevelési oktatási intézmények rendjének fenntartásában közreműködő iskolaőröket is toboroz a rendőrség. A jelentkezés feltétele a középfokú, illetve ennél magasabb végzettség, hatósági erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, a 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, belföldi lakóhely és a fizikai-pszichikai alkalmasság. Előnyt jelent a nevelési oktatási intézményben szerzett tapasztalat, a rendészeti végzettség és az oktatási intézmény közigazgatási területén bejelentett állandó lakcím, illetve tartózkodási hely. A szabad státuszokról a vármegyei és budapesti rendőrfőkapitányságok humán igazgatási szolgálatai adnak bővebb információt. Végül a várható időjárásról. Szombaton ismét napos, száraz időre számíthatunk, délután csak egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. Több helyen megélénkül a délies szél, hajnalban 16 és 23, délután 31 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, zivatar alakulhat ki. A délies szél többfelé élénk, néhol erős lesz. Délután 32 és 38 fok közötti forróság várható. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Kenyeret sütött Szentendrén Novák Katalin köztársasági elnök, hazánk egyik legismertebb pékmesterénél, Szabia Péknél. Munkája elismeréseként nemzeti ünnepünkön vette át a Prohurbe emlékérmet Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért közalapítvány elnöke. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál előkészületei miatt és a fesztivál ideje alatt útlezárásokra kell számítani a város egyes pontjain. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazinműsorunk, amelyben a Szentendre Város díszpolgára címmel kitüntetett Endrei Judittal, majd az immár népművészet ifjú mestere díjas Tímár Sárával beszélgetünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok!